Harmadik alkalommal képviselik hazánkat a Győri Arrabona légvédelmi rakétaezred katonái a Tobruk Legacy elnevezésű gyakorlatsorozaton. A több nemzeti légvédelmi rakétaharcászati gyakorlatra idén Csehországban kerül sor. Több nemzettel közösen egy cél érdekében a légvédelmi rakétarendszereket integrált felhasználásával, azonos eljárási módokat alkalmazván fogjuk végrehajtani a feladatot. A mi szempontunkból a legjelentősebb mozzanata a gyakorlatnak pedig a légvédelmi rakéta éleslövészet lesz, hiszen ez a NATO által értékelt éleslövészet lesz, ami minden második évben kell, hogy betervezése, illetve végrehajtásra kerüljön. Ez egy nagyon komplex vizsga lesz, és nem csupán a légvédelmi rakéta indítását, a légvédelmi tevékenységet fogják értékelni. Ez egy többnapos ellenőrzés lesz. A NATO mintegy 20 ellenőre fogja górcsolat vizsgálni ennek az alegységnek a tevékenységét. Lesz elméleti vizsgáztatás, gyakorlati vizsgáztatás, és maga a felmérés az a légvédelmi rakéta éleslövészettel fog zárulni, melynek keretében két légvédelmi rakéta indítását tervezzük. A gyakorlat sajtónapján a győri katonák komplex harcfeladatot hajtottak végre, amely magában foglalta a végrehajtóállomány kitelepülését és a harcrend foglalását is. A bakonyi felkészülés ideje alatt a célkövetési lehetőséget a HMEI ZRT munkatársai biztosították Meteor típusú drónjaikkal. Ezek a repülőeszközök, ezek képesek 200 km per óra feletti sebességre, ezek már tudják, vagy legalábbis megközelítik a valódi repülőeszközöknek a repülési tulajdonságait, ami nagyon-nagyon fontos. Luneberg lencsével vannak felszerelve, ami azt jelenti, hogy a radar visszaverő felületet tudjuk növelni, tehát azt az érzetet keltik ezek a repülőeszközök, mint hogyha valódi repülőgépek lennének. Megközelítjük a valós szituációt, a valós helyzetet. Egy időben három repülőgépet tudunk a levegőben tartani, a vezérlő rendszerünkkel, három pilóta, három munkahelyen irányítja ezeket a repülőgépeket, útvonalat tudunk repülni, és adott esetben a kéréseknek meg tudunk felelni. Gyorsítani, lassítani a folyamatot, a repülést, és különböző irányokból berepülni, célt repülni. A Tobruk Legacy 2017 gyakorlaton a magyarok mellett cseh, litván, brit, szlovák és amerikai katonák vesznek részt.